Na itt egy párna, király. Azt ne fel tudnánk venni és hogy tudnánk használni. Halába ringatás az nem az lesz, nem az lesz. Na van egy párna. Ott van a kocsi. Jaja, most már tudom. Párnával lehet be tudjuk törni, mert a párna az olyan geci kemény fegyver amúgy. Azokat csak nézegetni tudjuk. Sesko, Mizu. Na he, nézzük a párnás megoldást, az hát ha működik. Aha. Mit azt csinálsz? Valami trükköt bejutni a kocsiba? Hát a párnával biztos működik. Hát ha? Aha. Szaszok nélkül vagy csak nagy zajjal, igen, az megoldás, de nem tudom, hogy a párnával hogy lehetne. Akkor mi a faszomat tudunk csinálni azzal a geci párnával? Hát ne szórakozzunk már egymással. Biztos, hogy nem halk, igen, de a párnát simán oda tehetnénk. Na mindegy, akkor fogalmam sincs, hogy mi a faszt kéne csinálni egyébként per pillanat. Készítsd a fegyveredet. Azaj. Aha, hát a párnával nagyon lőjük. Aha. Pif, igen, a párna egyébként elnyomja a hangot. Ez egy fun fact. Ez tényleg így van. Na, egy hülyével kevesebb. Most mit kéne? Toljuk rá az autót. Na, mondom, toljuk rá az autót, akkor mindegy. Nézzük be hát, ha van benne valami. Aha. Gyújtógyertya, király. Lesz annak valami haszna, bármi haszna a gyújtógyertyának? Kíváncsi vagyok. Van még valami? Aha, kiengedjük a kéziféket, gondolom én. Ez a gyújtógyertya. Még hasznos lehet, ki tudja a mai világban, hát ha. A kocsi nem oda nem tudunk osonni, hanem ki akarok menni ezt a szart onnan, de az valószínűleg nem fogjuk tudni. Aha. Most tudjuk tolni? Hát ha. Igen, most tudjuk tolni. Na és az öcsi meg észre se fogja venni. Na ez király volt. Ennyi. Ennyi srácok, ennyi. Csak oda kellett tolni a kocsit. Ennyi az egész. Aha, most elnézünk erre és most mit tudunk csinálni. Jó, hát akkor osonjuk vissza oda. Fogalmam sincs. Egész régóta veszem már fel ezt az egészet. Na de szerintem most lehet, hogy el tudjuk csapkodni ezt a köcsögöt. Hát most ide jövünk. És lehet, hogy közben le tudjuk ütni, vagy nem tudom. Na, ha Glenn jön velünk, nagyon jó. Mindkettőt, nem kell mindkettőt, az egyik le van biztosítva ezzel. Az autóval, ne szórakozunk már egymással. Ó, faszom, ez a baszakodás, ami itt megy megint, hát nem hiszem el, komolyan mondom, srácok. Sok hülye bal fasz. Aj, nem már. Meg nem tudom, mit kell csinálni, őszintén. Fogalmam sincs. Na hát ha ezzel... Várj! Na mi van? Hadd nézzem meg a gyújtógyertyát. Nézzük. Porcelán ez úgy, hát a kocsi ablakán, mint egy sejjen papíron. Hóha, és van benne a porcelán? És az most olyan nagyon jó nekünk? Hoppá, ennek elég nagy hangja volt. Ennek szokatlanul kurva nagy hangja volt, jó? De hát a zombiknak nem olyan tűnt fel, úgyhogy teljesen jó. Aha. Na akkor fogjuk meg szépen a csavarhúzót, az bökködjünk le mindenkit. Tudom roncsolni egy-két agyat, király.
Na és akkor menjünk most szépen oda-vissza. Nem oda, hanem oda. Mondjuk, fogalmam sincs. És lehet, ezt az egy hülyét, aki a furgon mellett van, azt ki tudjuk ütni. Remélem. Reméljük a legjobbakat. Hogy oda át tudunk most osonni. Most hát átosonni mindenképpen át tudunk, csak nem tudom, hogy meg tudom ölni a kisrácot. Bizony. Na most kúrjuk agyon nagyon gyorsan. Hadd nézem. Ha, fütyütessük ide, gyere csak. Gyere, gyere. Gyere. Ne a szívébe, te nagyon hülye, hanem a fejébe. Úgy, úgy. Úgy, úgy, ott a rutin, gyerekek. Ott egy másik. Dír. Kapd el. Chat. Úgy, bele a fejébe annak is. Király, akkor már csak a föntiek vannak. Már csak a föntiek vannak. Hát nem volt egyszerű szülés ez az egész. Azt a baltát, azt onnan jó lenne elvenni. Szerintem. Vegyük el biztosan. Mondjuk ezt a szúrjuk le. Így, így, először le kell szúrni, srácok. Ezt a zombi apokalipszis során mindig először szúrjatok. Az a biztos. Haha. Igen, rendesen elég be lett baszva a fejébe szegény zombinak. Kész vagytok már? Igen, most felveszük fel a... ezt a tűzoltó baltát. Úgy, úgy. Na, akkor menjünk. Fel a lépcsőn. Úgy. Ügyesbe, full okosba. Na, azt mondja, maradjunk hátul egy picit. Azt mondja, hogyha bármi rossz történne. Na, de akkor menjünk. Igen. Dan 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 dan. Ta 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 ta. Ne pif. Na, hadd baszom nagyon őket. Kattintottam. Chat. Egy hülyének annyi. Egy dur. Pif. Fasza. Király. Hát ez... meg lett gyalázva. Meg lett gyalázva úgy, ahogy. Ahogy kell. Legalább annyira. Na de ezt a fest meg tépjük már le innen. Segíteni jöttünk, boy. Kecsú, menjetek el. Menjünk, fiúk. Aha. No, no, nem, nem. Bajban van. Igen. Vagy csak megőrült. Mint a legtöbben ilyen szituációban megőrülnének. Na, szedjük ki baltával. Ne kézzel, te hülye. Ne baltával. Lehet az lesz, igen. Jól mondod, Glam. Chat. Úgy, úgy. És most menjünk B fele. Úgy, úgy, lög meg. Elég, csak hagyd abba. Kimegyek. Na, gyere. Hadd baszunk agyon baltával. Igen. Mondta, hogy maradjatok távol. Hát valakul azt mondja, megharapták. Megharapták. Én mondta, azt mondta, hogy menjetek el. Megharaptak. De ti nem mentetek el. Harapjál meg minket is, azt itt a vége az egésznek. Bizony. Igen, ez mondjuk lényegében így van, igen. Remélem, olvassátok a feliratokat, mert... Glenn, hol van barátod? Nem keresztény, kérlek, csak hagyjatok. Ilyenkor is beszél, hogy néhány a vallást hozzák föl. Mi van hátadozás és utána? Szerintem basszuk agyon a baltával. Lehet, hogy bajos vagyok, de... Van fegyőred? Akad? Kölcsön vetném. Nem lesz több probléma. Ó, álljunk meg egy fél pillanatra. Nem úgy működik ez? Sátániak, igen, ez igaz. Adod neki, lehet lőjük fejbe. Nehéz döntés hoztál, igen tudom, de lőjük agyom. Akkor lőd le. Így van, akkor lőd le. Hát, hogy köcsög vagyok, de le kell lőni a csajt. Nem. Na, értette, hogy kell megdönteni. Vagy hát nem megdönteni, hanem
meghozni a nehéz döntést. Köszönöm szépen, tudom, hogy ez milyen szörnyű. Igen. Nem nézhetjük, menjünk. Hé, de a fegyver az még kell. A fegyver nélkül nem? Na, menjetek és majd viszem a fegyvert. Jó, Carly most ki van borulva, elég rendesen. De hát ez van. Mint vagyok veled. Na, te egy jó ember vagy. Hát igen. Ez már csak ilyen. Biff! Durva. De rutinosan szájba lőtte magát. Biztos, hogy nem most csinálta először, mert nagyon rutinosan csinálta. It's just one bullet. Main. Na, menjünk innen el a retekbe. Ötötés. Mindenki jól van? Elég gyorsan visszaértünk. Igen, közel voltok a bajhoz, de Glenn jól van, és most igen, jól vagyunk. És van néhány kanna benzin, az megint nagyon jó. És itt mi a helyzet? Minden csendes. A barátunk lábadozik. Még egy stressz nem fog túlélni. Na, következő, meg kell szerezni a tablettákat. Ezt remélem, hogy már csak a következő részben lesz, mert kiborulok. És nem, nem, megyünk még tovább. Kíváncsi vagyok. Jó van, nem ide kell. Iroda kinyit. Nem, hanem a másik ajtót nézzük meg szépen. Energiaszállat, azt elvesszük, mert hátha. Ez kelleni fog. Jó kis energiaszállat, az mindig energiát ad. Majdnem olyan, mint egy őri édes. Na, Glennel beszélünk. Hogy vagy, Glenn? Tudod? Jó, annyira nem érdekel. Yeah, right. Menjünk. Ide be tudok menni? Nope, nem tudok bemenni. Akkor nézzük meg a másik felét ennek a köcsökségnek. Carly még mindig itt baszakszik. Na, menjünk innen ki a búspicsába, Doug, én azt mondom. Hogy vagy? Aha, igen. Nézzük körül. Nem tudom, hogy kéne kijutni, az a baj, srácok. Fogalmam sincs. De van, még mindig nálam van a balta. Jaj, ne szórakozz már. Ott vannak a kulcsok, higgy nekem, ott vannak a kulcsok. Ezt, hogy nem éred el a téglát, ne bazd már meg. Így. Na, fickónál vannak a kulcsok ott. Na, veszed ezt? Hát csak onnan, hogy mutasd meg neki a képet. Ezt tartom az irodában vala. Na, a kulcs ott van nála. Király. Hogy jutunk oda ki hozzá? Hát a baltával szóval szétverem a lakatot. Csak egy már másodpercre van szükség. Aha, igen, a téglát vegyük föl. Mi az, hogy nem éred azt a szájba vert téglát? Hát ne szórakozzunk már egymással. Fogalmam sincs, hogy tudnak el? Károm, nagyon jól nézni a híreket. Igen, ez nagy rutin. Hát jól lenne tudni, mi a helyzet máshol. Aha, oké. Basszuk le baltával, nem érdekel. Így. Csodálatos, ki vagyunk, csak hogy nem tudjuk visszavárni a dolgokat. Aha, és a aha, és most na, végre a téglát el tudom. Mi az, hogy nem éred el a téglát? Ne szórakozzál már velem. Na, azt a téglát, azt vedd fel, de kurva gyorsan. Ezt a köcsök téglát valaki azonnal vegye föl. Jéli, eléred a téglát? Bravo! Egész eddig elérhetted volna, te szerencsétlen szar. Na, a téglát oda bebasszuk szépen a tévéshopba. És odafutunk a kulcsért, srácok. Easy az fuck. Easy az fuck. Chat. Hopp, az odavonza őket elég rendesen. Egyre szép vagy te is. A vandalizmus szép. Igen, ez most szerintem a legkisebb problémánk. Van egy ötletem. Aha. Mi az ötlet? Hát ők a műszaki berendezések, hát akkor menjünk oda? Hát baszki. Megint nem vágom, mit kell csinálni. Na, beszéljünk hozzá. Aha. Aha, be kell csalogatni őket az épületek közé. Nem úgy néz ki. Én gyors vagyok. Az etelés nem rossz gondolat. Hát akkor Doug, hajrá! Menjél csak!
De baszki, mi a tökömet kell csinálni? Meg sem segítettek. Hát akkor mennyi? Azt akkor elmondom még egyszer. Érdekelni az erős zaj, megzavarhatjuk őket. Erős zajjal. Ez a legbiztonságosabbnak sok veszélyes szar közül. De akkor menj már ki. Ó, a faszomat komolyan mondom. Ki fog borulni, srácok? Mert nem jövök rá, hogy mi a szart kell csinálni. Lassan. Vagy minél gyorsabban nem jövök rá. Nem lehetne, hogy csak kimegyek és a baltával összebaszkodjuk az egészet. Hopp, na, bebasszuk az ajtót? Nem, úgy néz ki, nem. Ajtó gyógyszertárba, hát annyira nem tudjuk nyitni. Kucskan a szararconál vannak, kinn az utcán. De most már távirányítót is felvettem, úgyhogy nagyon sok minden van nálunk. Na hát, ha valamit itt fel tudunk venni. Nem, semmi. És az ott micsoda? Most bekapcsoljuk a tévét, az nekünk kurva jó. Erre szállítottam. Mi van, hogyha be tudjuk kapcsolni a többi tévét? Ez a távirányító van, aha. Aha, erre kíváncsi vagyok, hát ha. Na majd most kiderül. Aha, itt van, na a távirányítóval lehet be tudjuk kapcsolni a dolgokat. Jó van. És... Na? Tudod, én mit tennék? Na mit? Mi az? Nézzük, mit csinál Doug. Univerzális átprogramozhatnám, hogy működjön azokkal a tévékkel a túloldalon. Remélem, na ez biztos így működik egyébként. Ez tudja, hogy így működik. Hogy csak így átprogramozod, úgyhogy megnyomsz 6 gombot az egészen. Ja. Na hát, ha sikerül. Ó, és működik. Jó van, ez biztos. Kurva jól csinálod, Doug. Ez az. Nos, hát oda mennek. Nos, remélem, oda mennek a köcsök, szépen oda néznek, azt a satorra tudunk menni a kulcsokért. Nagyon-nagyon remélem, hogy igen. Itt az idő vala. Na, csettegünk oda ki, de nagyon gyorsan. Futi, futi. De Lin, ne baszakodjál már, fuss oda, ez kész. Ennyi. Tartsajtom a szemed, oké? Okay? Oké. Okay. Na. Lee öcsi. Csá, de miért van az a Luke a fején? Jó. Hé, tesó. Nem tudom, mi történt apával és anyával, de azt tudom, hogy te is ott lettél volna. Ha te is ott lettél volna, már ha ott lennél, szóval... De... Ja. Király. Feltételezem, hogy ez történt. Megtaláltad már? Adj egy másodpercet, Lee, nem most kéne lelkizni, nem csak föl kéne szedni a kulcsokat, és menjünk vissza szépen. Sajnálom, hogy nem voltam itt. Hát igen, éppen egyetemi tanárkodtam máshol, meg embert öltem. Most már nem tudom, minek beszél hozzá, amikor olyan mindegy. Na, csapdanyan a baltával. Nekem kell lesújtanom, ugye? Nem Lee-nek. És... Nyak! Nem a nyakát kellett volna, a fejét, de végül is mindegy. Ettől nem hal meg, mert a fejét kell szétbaszni. A fejére üs. Ne a nyakát üsd már, hanem a fejét, hát nem igaz, Lee, de rutintalan vagy. Ezt mindenki tudja, hogy a zombinak a nyakát kell, a fejét kell ütni. Igen, a nyakát ütés a fejét kéne. Ezzel szerintem nem jutunk beljebb. Úgy, igen, oda kellett volna eddig is. Gyönyörű, csak ez most szerintem elég rendesen ide vonzott a többit. Hey bud, na, kész lett még egy chapter. Oh god, istenem. Na, megvan a kulcs. Extra. Sexy, megvan a kulcs, és most fognak letámadni őket. Szent szar, mi van itt? Hopp, egy megfordult. Persze, ilyenkor kell ez egy megfordul, és akkor fordul a többi is. Na nem baj. Lee, futás, 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 és a baltát meg ott hagyja. Idióta hülye ott hagyja a baltát, hát nem igaz. De legalább a kulcs megvan. Ez közel volt, nem kellett annyit lelkizni. Megcsináltuk, és csak ez számít. Király. Király. Legalább tényleg megcsináltuk. Megvannak a kulcsok. Na, bejöttünk.
És akkor ide bejövünk szépen a külcsal. Oda bent találhatunk Larrynek gyógyszert. Jó, de akkor menjünk be. Nem kell itt minden ezzel kis mulogot tartani. A kulcsra mentem rá ugye az előbb is. És akkor rötyögjünk befele. Úgy. Jaj, ne bazd már meg. Ó, a picsába, sietnünk kell. Nem gondoltam volna, hogy ez beri azt. Betöltés. A hajsos, hogy lehet, az összes lehetséges walker fel kell most, és megzabál minket. Nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon mókás lesz. Még egy csavar húzol ki a hátából. Az is tök jó. És ez nekünk miért olyan nagyon fontos, hogy ezt lássuk? Na, ott egy kicsi öcsi meghalt. De tényleg, ez most nekünk miért olyan fontos, hogy ezt a walker taxi kopót nézzük? Úristen! Lehet ezért volt fontos. Hát most páran meg fognak halni, azt tuti. Az autón lévő terror autót. Úristen! Mindent el kell vinni innen egy. Vigyük innen kacsát. Ah, jó, mindenki pánikol, rendben van. Igen, csak hányan halunk meg. Baltát, még visszahoztad a baltát? Az rutin. Na, az ajtó nincs többé zárva. Ott támasztok az ajtót, még mindjárt visszajövünk. Majd páran tuti meghalnak. Remélem, Carly nem. Aha. Hova kell segítség? Ja, oké, itt van. Haley. Azt nem tudod, tudnod kellene, hogy remek fickó vagy. Ó, köszönöm szépen, Doug. Köszönöm szépen. Túl fogjuk élni. Túl fogjuk élni, öcsi. Azt neki tudnod kellene, hogy... Micsodát? Igen, mit kéne? Szóval tudnom kellene, hogy... Francba ajaj, betörnek. Elég kellemetlen. Beef, chat. Akkor oké, menjünk. Na, tudom, hogy keresni a 9 család, hát... De lehetőleg most. És különösen abban a pisztolyban hány történt vagy, hogy 70-et kilőtt már. Na, basz meg. Csukd már vissza, úgy. Semmit. Vagy na, annak a windónak annyi, hát ez van. Tartsd már egyedül. Úristen, nyomnom kell a kűt. A kűt az életér. Úgy. Na, ott a bot. Tegyük bele gyorsan a bot. A botot gyorsan tegyük már bele, basz meg. Úgy. Ügyes vagy, néha olyan lassan reagál egyébként a játék. Hú, pánikom. Franza, kifogytam. Hoppá, elkaptak mindenkit. Bazeg. Carlyt vagy Dagot? Ajaj. A Clementine-t. Mentsd meg Carlyt vagy Dagot? Jó, mentsük meg Carlyt. Igen. Ott van. Ott. Csere. Beef. És most Doug meg... Szerintek le rólam őket. Úristen, Doug, ne! Áááá! Jó, mondjuk ez valószínű volt. Ú, baszki, szegény Dagot széttépik. Istenem! Indulás innen, azt mondja Kenny is. Hát... Ez ilyen. Two enter, one leaves. Menjünk innen szépen. Nyek! Nyek! Beef, engedd már Clementine-t, hát ne szórakozzunk egymással. Úgy. Na, elég action-packed rész lesz ez. Fuss. Nem tudok futni. Te nem jössz velünk, te rohadék. Mert most miért? Hát ez most megint miért? Hát ne szórakozzunk már, ez micsoda? Hú, azt hittem Kenny engem veragyom. Nem mondom, hogy mást is megenjenek ma. Jó, király, akkor menjünk innen a pöcsbe. Menj már, bazd meg. Pláne, ha ez egy jó barát. Úgy-úgy. Ah, de jó. Kikerültünk innen. Betöltés. Itt a motel. Kiváló. És kint vagyunk a motelen kívül, belül, fogalmam sincs. Na. Most húzgálják el innen a hullákat. Visszajöttünk ide a motelhez egyébként, ahol a csajt megmentettük. Szép, na legalább lesz, mivel lesz gyújtós. Hely, ott benn van a csaj is, aki fejbe lőtte magát. Na, srácok, csupa easter egg van itt, meg minden. És meg leszem gyújtva, vagy mi lesz?
Ó, ember, Clementine. Aha. Traveller, vagy Travellier, vagy nem tudom, fogalmam sincs. Na, tolszág mindenki meghalt itt a családból, úgyhogy teljesen jó. És jönnek a lövöldözések is. De jó, még nem volt elég probléma az elmúlt időben. Na, de remélem az a köcsög Larry meghal valamikor. Mert ez nem állapodott pofán, mert azt itt akar hagyni. És még folytatódik az egész. Igen, Heglen. Igen. Azért úgy érzem, mennem kell. Atlantában, igen. Barátaim vannak ott, és egyszerűen nem maradhatok itt. Hát jó, akkor menjél Atlantába, öcsi. Fogy a csapat, fogy a csapat. Na, de Doug meghalt. Glenn elmegy. Hát jó. Hát integettünk neki, ez szép. Menj csak Glenn. Menj csak. Lily meg valamiért már megint ideges, és nem tudom, hogy miért. Azt mondja, találd meg a barátaidat, én azt mondom. Ó, de kis kedves, nem akar itt hagyni minket, de rendben leszünk. Amint a Larry meghal, én is boldog leszek. Tapsolni fogok, hogyha a Larry meghal. Mégpedig nagyon sokat. Na. Itt az a lány ott a lépcsőnél. Jaja, hát igen, ő elég rendesen feladta. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Aha. Anyway, see you around. See you, Glenn. Szia. Majd találkozunk. Atlantában a filmbe, gondolom én, vagy nem tudom, hogy lesz. Ugye a képregényben nem tudom, hogy ez mit követ. Melyeket követi. Hát egyiket se követi, és ez egy teljesen új storyline. Fogalmam sincs. Na és most mit tudunk csinálni? Hát nézzük meg Kennyéket, hát ha... Hey, Ken. Hey, Ken. Close call back there. Hey Barbie. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Jézni kell egymásra. Így van. We do. Így van. Mondjuk egy gyáva köcsög vagy, Kenny. I think you know what you're doing. Shit, man. Do any of us? With Clementine, I mean. Hát igen, korábban azt mondod, céltalan voltál. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. Ez az. The girl's gonna be just fine. Na, kislány, nem minden rendben lesz. Kiváló. Ezt jó tudni. You got it, man. Na. Menjünk valóval innen. Valakivel beszéljük már. Vagy nem tudom, hogy lehet-e. Mondjuk Carly-val. Nem Carlát mondtam. Szia, Carly. Jó vagyok. Viszonylag, hát igen, considerable, igen. Nem valószínű. Azt hiszem, kedveltem őt. Ó. Hát sajnálom, Carly. It's okay. Thanks though. There's been a lot of death in the past few days. Túl sok hátad az elmúlt pár napban. I'd rather be alone, I think. Rendben, akkor legyél csak egyedül. Akkor megyek beszélni valakivel. Lee, igen. What is it? Mi az? How did you choose? Hogy választottál? Úgy értem, mindketten ott voltunk és te engem választottál. Na, hogy választottam? Úgy éreztem. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. Ja, mert I just wish we both made it. Ez van. Me too, Carly. Mindig a csajt és mindig a felnőttet kell megmenteni, srácok. Ez a lényeg az egésznek. De Clementine-hoz most nem megyek oda, de mondjuk lehet, hogy oda kell. Igen, valószínűleg ide kell jönnöm. Nézzük. Hogy éppen kacsa pinátromból. Azt az öcsit meg valaki szúrja már le. Na? Csak pihenjél meg egy picit. Na, Clem, mi van veled? Nem sok gyerek van itt, hát igen. Az az én... Hát igen, ez előfordul. Ott voltam. Glenn had the other one. Sorry, mindig megértőnek kell lenni, srácok. Mindig lehetek megértőek, ez a lényeg. Ez is a lényeg.
But it's how I used to talk to my mom and dad. Hát igen, csak ők már nincsenek. And now they're gone. Oh, és még mondost is. Maybe we can find you another one. Lehet, nem tudom. Baszki, hogy majdnem két órája veszem fel az egész részt. Kíváncsi, hogy mennyire fogom letagolni, vagy eltagolni. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. Szerintem kacsogottal ő zárja. Kedül a lányomat? Azt mondja, hát ő nagyszerű lány. Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. Na, csak tudta, hogy Lee Everett egy gyilkos. So will everyone else if you go. És most tudni fogja, ha a közelébe mész. Hallasz engem? Igen. I know who you are. Tudom, hogy ki vagy. I don't give a shit about what happens to you. But if anything, ami történik a lányommal, vagy azzal a kislánnyal, aki veled jött, nos hát. Vigyázz magadra, ó király. Meg lettünk fenyegetve már megint. Hey, Lee. Lee. Do you have a second? Na van egy percem, az itt a kérdés. Lilire. Na hát van, hol Lilire mindig van. My dad would be dead if it weren't for you. Ha ott lenne, ha nem vagy itt, igen, ez igaz. Viszont én meg nem lettem volna életveszélybe, ha ő nincs, mindegy. De csak egy ember vagy. Szerencsések vagyunk, hogy velünk vagy. Na hát legalább valaki így gondolkodik. Igen. Remélem, hogy ez a győztesek hangja. Hát reméljük. This motorin's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We can stay here until the military rolls through. Nem jönnek a... Azok a katonaság nem jön, az rendben van, de... Nem most el fog jönni. Van áram. Ennél rosszabb helyeket is hívtak már otthonnak. Igen. Minden oké lesz, srácok. Hát nem tudom, a zombi apokalipszis közepén én nem mondanám ezt. Akkor ennyit az áramról. Folytatjuk. Na hát srácok, akkor úgy néz ki itt az első rész vége. Majd szerintem három videóból fogtok látni, de lehet, hogy négyből. Legközelebb a Walking Deadben. Szóval semmi bajunk nem lesz, ha túléljük a járkálókat, sosem gondoltam volna, hogy kiéheznek minket. Kiéheznek, tényleg azt mondta? Akkor nálad legyen. Arra az esetre, hogy egyengülnének. Oké, okay, király. Hogy vagy, Clementine? Nagyon éhes vagyok. Ételt kell szereznünk Lee hamarosan. Andrew St. Johnson. St. John, te üzem. Na, az király, menjünk. Ott a gyerekeket választod. Van, jönni fog Lee, háború lesz. Akkor nem aggasztok annyira, mint a banditák. Érdekes. Baszakodtok velünk. Azt hiszük el, amit akarunk. Úristen! Lövöldözés van! Ú, valakit hátba lőttek! Na, tartalmas összes. Te lenne fordultál, király. Ajaj, vagy még egy új öcsi. Többet ne, Léci, többet ne. Chat! Úristen, mi lesz itt a második részbe? Ami nektek nem tudom, ajándék részt lesz, nem biztos, hogy feltöltöm egybe az egészet, sőt, biztos, hogy nem. Na, nézzük a választásokat. Honesty, hazudtam Herschelnek, igen, én is 23 vagy 36% hazudott Herschelnek, igen. Dakor Sean, 47% a játékosoknak Sean-t mentette meg. 48% a játékosoknak Kennyvel maradt. Irene-nek odaadtuk a fegyvert, 45% a játékosoknak így tett, és 76% Carly-t választotta, tehát igazából csak Carly-val voltunk egy lapon, a többi túlélővel. Na de akkor itt meg is köszönöm a figyelmet, srácok, hát remélem, hogy le tudom vágni, úgyhogy legyen mondjuk 3 epizód ez az egy rész. De remélem tetszett, ha igen, akkor mindenképp hagyjatok egy lájkot, valamint egy kommentet a videó alatt, iratkozz fel a csatornámra, esetleg még nem tetted volna. És hogy mindig, a következőben találkozunk. Sziasztok!